A Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi regionális bűnügyi Igazgatósága, január 3-án egy jól szervezett 18 főből álló bűnszervezet vezetőjét és tagjait vette őrizetbe. A szervezet látszólag Szlovákiában adott el kávét, és ezt az erre szakosodott cégláncolaton keresztül fiktív számlákkal igazolta. A látszat kedvéért a kávét ugyan kiszállították Magyarországról, de rövid időn belül Budapest környéki telepekre visszafuvarozták. A szállítmány így ismét bekerült a Pest és Csongrát megyei cégekből álló hálózatba. A körbeforgatott áru mozgásáról kiállított fiktív számlák alapján kettő Csongrád megyei Kft. mintegy 750 millió forint áfát igényelt vissza jogosulatlanul. A bűnszervezet vezetőjét, illetve a szervezet tagjait, valamint a fiktív számlák alapján általános forgalmi adót visszaigénylő személyeket költségvetési csalás bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki a pénzügyi nyomozók, valamennyien előzetes letartóztatásba kerültek.